Istennek a kegyelme az, ami az embert meg tudja ragadni, meg tudja változtatni, és jó emberré tudja tenni, szentté tudja tenni. Nem csak a bűnöket vette magára Jézus a testében, hanem a bűnnek a büntetését is. Ha félsz és félelemmel keresed az Isten, nem tud változás történni az életedben. Csak hit által, a hitben pedig nincs félelem, hanem bizalom van, amivel átadjuk magunkat az élő Istennek. De ha félsz, nem változol meg. Igazából a halál félelem az oka minden félelemnek. De pontosan a názáreti Jézus Krisztus azért jött, hogy nyilvánvalóvá tegye az, hogy legyőzte a halált, legyőzte a pokol erőit, van félelem nélküli élet.